Köszöntöm nézőinket, önök a Kaposmenti magazinunkat látják. Tartsanak velünk! Pozitívan nyilatkoztak a tavalyi évről, beszámolókat hallgattak meg a képviselők. Középiskolások mérték össze tudásukat, Buzánszky Jenő labdarúgó emléktorna. Dombóvár közbiztonságáért, valamint az év kistérségi rendőre. Díjátadó ünnepség Dombóváron. A díszpolgár tartott előadást. Dr. Haszonics József volt a vendég az 5 órai teán. Nem történt feldelítetlen bűneset 2022-ben Dombóváron. Többek között erről is hallattak beszámolót a város képviselői. A városvezetők többek között pályázatot írtak ki a szociális kaszálásra, és 6 bírósági ülnököt is delegáltak a Dombóvári járásbíróságra. Tűzoltósági, katasztrófavédelmi, rendőrségi és több más szervezet 2022-es beszámolójával kezdődött Dombóvár város legutóbbi testületi ülése. A város polgármestere szerint örömteli, hogy mindenki pozitívan beszélt a tavalyi évről, akár csak az, hogy nem történt több bűneset, mint az előző években, és nem is maradt felderítetlen ügy sem. Azt gondolom, hogy szokványosan eltérő testületi ülés volt ma a meghívott vendégek számát tekintve, hiszen a rendőrség, katasztrófavédelem, tűzoltóság, Máltai Szeretetszolgálat, Baptista Alapítvány, illetve a Prezidium Alapítvány is ma tartotta meg éves beszámolóját 2022-ről. Örömteli volt számunkra, hogy az összes beszámoló pozitív kicsengési volt, mindazok ellenére, hogy 2022-ben azért évelején a pandémia még keményen érintett bennünket és őket is. Nyilván a dologi költségek emelkedéséből fakadó akadályt is mindannyian meg tudták lépni. Nagyon pozitív hír szintén, hogy a szubjektív közbiztonság érzete nem romlott a dombováriaknak, a dombovári járás lakosságának, hiszen a bűncselekmények száma nem növekedett, azoknak a felderítettség az elkövetetteknek hasonló arányban volt, mint az előző években volt, tehát gyakorlatilag mondhatni azt, hogy felderítetlen bűncselekmény dombovári járásban talán nem is volt. Mindezen túl még örömteli volt az a hír, hogy tudtuk tárgyalni a Dombóvári Focisügyi Egyesület kérelmét, hiszen a közel 200 gyerekkel foglalkozó egyesület egy kis busz beszerzéséről döntött, egy TAO-s pályázat keretében. Nyilván a TAO forrást júniusban fogják megkapni, ezért ők kezdeményezték, hogy egy 6 millió forint visszatérítendő támogatásra segítsük, hogy a busz be tudják szerezni előbb, hogy még az iskolai időben tudják ezzel a gyerekeket szállítani. Meglepő fordulat volt ebben az ügyben, hogy az ellenzék képviselők kígyót békát kiabáltak, ami számunkra értelmezhetetlen, hiszen ennél nemesebb célra nem tudtunk volna adni 6 millió forintot, amit egyébként visszafizet az egyesület 2 hónapon belül, mint hogy a dombovári gyerekeket szállítsák, és azok biztonságban érkezzenek meg edzésre, és érkezzenek haza. Szociális kaszálással kapcsolatban kiírtuk a pályázatot, hiszen minden évben ilyenkor ez megtörténik. Várjuk a jelentkezők, akik rászorultak, és a főkaszálásokat szociális keretek közt el lehet végezni. Bírósági ülnökök választására is ma került sor. Örömteli, hogy 6 ülnök delegálásáról tudott ma dönteni a képviselőtestület. Ugyanaz egyre nehezebb kihívás, meg tudtuk lépni ezt az akadályt is. A képviselők döntöttek még többek között arról, hogy pályázatot írnak ki a szociális kaszálásra, illetve 6 bírósági ülnököt is delegálnak a Dombóvári járásbíróságra. Szoros mérkőzéseken küzdöttek egymással a labdarúgás kedvelő fiatalok a Buzánszky Jenő Sportcentrumban. A szintén legendás játékosról elnevezett emléktornán a térség középiskolásai mérték össze tudásukat. Kemény, de sportszerű párharcok helyszíne volt a Dombóvári Buzánszky Jenő Sportcentrum. Az aranycsapat legendás játékosáról, Buzánszky Jenőről elnevezett emléktornán 4 középiskola diákjai küzdöttek a győztes címért. 2020-as években már terveztük, hogy idehozzuk a rendezvényt, sajnos eddig sem a pandémia, sem az időjárás nem kedvezett nekünk. Egy picikét újra gondoltuk, Tamási Dombóvár és Bonyád középiskoláit hívtuk meg. Sajnálatos események mentén bonyádiak az idén nem tudtak részt venni, de várják, hogy jövőre el tudjanak jönni. Az emléktornát végül kiérezett küzdelemben a Dombóvári I. és Gyula gimnázium tanulói nyerték, és büszkén emelték magasba a trófeát. A jó hangulatú, színvonalas mérkőzéseket hozó eseményt az egykori profi labdarúgó fia, ifja Buzánszky Jenő is megtisztelte jelenlétével, és elmondta, örül, hogy ilyen sok diákot mozgatott meg az esemény. Itt a környéket felölelve, ugye Tamásiból is voltak csapatok, illetve úgy volt, hogy Bonyhádról is jönnek, de hát sajnos ők nem értek ide, hogy az egész régióban egy erős kupasorozat lesz majd ebből. Az eredményhirdetésen a Gólkirály cím is átadásra került, ezt a címet Vörös Ádám szerezte meg 6 találatával. A szervezők örömére a tanulók, a játékosok, csak úgy, mint a nézők is, egyetértettek abban, hogy jövőre újra részt vesznek a remekül sikerült eseményen.
A 2 éves kihagyás követően újra ünnepélyes keretek között adták át a Dombóvár közbiztonságáért, valamint az év kistérsége rendőre elismerői díjakat. A kitüntetéseket a város és a díjazottak szolgálati előjárói adták át. Elismerő szavak és vastaps kíséretében vették át az új elismeréseiket a város díjazottjai. A Dombóvár közbiztonságáért, valamint az év kistérségi rendőre elismerő díjat a város vezetőitől és szolgálati előjáróiktól vették át a díjazottak, immáron ünnepélyes keretek között. Nagyon örülök neki, hogy 2 év kihagyás után, hiszen 2021-22-ben pandémia nem tette lehető, hogy ünnepélyes keretek adjuk át ezeket a díjakat. Remélem, hogy ez is már megszűnt, és minden évben lesz rá mód is lehetőség, hiszen nagyon fontosak minden ember életében, hogy a díjazás olyan körülmények között történik, hogy ez méltó legyen a díjhoz. A minden évben átadásra kerülő, nagy tiszteletben álló elismeréseket azok a szolgálatokban kiemelkedő személyek kapják, akik munkájukat kiemelkedő precizitással és hozzáértéssel végezték az elmúlt évek során. A díjra a szolgálatparancsnokok javaslata alapján vezetői kiválasztással kerül sor, és az idei évben Schreiber Zoltán, aki már 17 éve már az állományunk tagja, ő az eddigi tevékenysége alapján megérdemelten kapja ezt az elismerést. Dombóvár rendőrkapitánya, dr. Pognár Szilveszter is elismerően beszélt beosztottjairól. Példaértékű kiemelkedő munkát végeztek a kollégák közül is, akik egyébként talán bárki megkaphatná ezt a díjat, de ők mégis egy picit többet tettek, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó szívvel ajánlottuk őket polgármester úr figyelmébe, hogy nekik szeretnénk ezt a díjat átadni, és örülök, hogy elfogadták a mi javaslatunkat, és a kollégák megkaphatták. Én úgy gondolom, hogy mindenki büszke lehet erre a díjra, és az, akiért megkapja, az elkönyvelhető, hogy érdemes tisztességesen helytállni ezen a igen nehéz területen, amit a rendőri munkának nevezünk. Az elismerések új birtokosai elmondták, büszkén és továbbra is hasonló odaadással fogják munkájukat végezni, csak úgy, mint az elmúlt évek folyamán is. 2014. március 1-e óta vagyok rendőr, Dombóvára 2015. augusztus 1-ével kerültem, azóta dolgozom itt, többek között közrendvédelmi területen, illetve most jelenleg bűnügyi területen dolgozom. Nagyon szeretem ezt a várost, és nagyon nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy ebbe a díjazásba részesülök, úgyhogy köszönöm szépen a bizalmat. Bogdánné, dr. Sári Mónika rendőrőrmester rendőrtársa, Tóth Zoltán, címzetes rendőr törzzászlós, az év kistérségi rendőre elismerői díjat vehette át. Meglepett, 25 éve szolgálok a rendőrség kötelékében, jelenleg balesethelyszínen és balesetvizsgálóként dolgozok, és hát... meglepett, és nagyon szépen köszönöm ezt az elismerést. És továbbiakban is mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy hülyen szolgáljam a rendőrség kötelékét. A tűzoltóság kötelékében szolgáló Schreiber Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester szintén a Dombóvár közbiztonságáért című díj büszke tulajdonosa lett. 17 éve vagyok szolgálatban, és nagyon szépen köszönöm a megtisztelő elismerést, hogy rám gondoltak a főnökeim ennek az ünnepségnek az apropójából, hogy elismerik a munkámat. A díjak átadását követően egy kellemes vacsora keretében folytathatták az estéjüket a rendezvény résztvevői. 4 év kihagyás követően 13. alkalommal rendezték meg az 5 órai teát Markovics Magdolnával. Az esemény vendége ez alkalommal a város új díszpolgára dr. Hasznovics József volt. Teltházzal kezdődött a 4 év kihagyást követően 13. alkalommal megrendezett 5 órai tea Markovics Magdolnával. A közkedvelt program célja, hogy színt vigyen a dombóváriak mindennapjaiba a különböző beszélgető partnerek bemutatásával. Ez az 5 órai tea című előadás sorozat, amelynek az a mottoja, a Sík Sándor idézet, hogy ments meg uram a szürkeségtől, tehát olyan dombóváriakkal vagy Dombóvárról elszármazottakkal történik a beszélgetés, akik hát kicsit többet tettek az átlagosnál a közösségért, vagy Dombóvárért, vagy ismertebbek. A beszélgető partnerek személyét illetően ezúttal a város új díszpolgárára esett a választás. 4 évvel ért véget az első sorozat, ahol 11 beszélgetés volt, minden hónapban egy, és most újra kezdtük. Az elmúlt hónapban volt az első, a Miszlai József tanár úrral, ma pedig dr. Hasznovics Józseffel fogok beszélgetni, mind a ketten friss díszpolgárai a városunknak. Dr. Hasznovics József elmondta, miként tudta meg, hogy a korábban általa is látogatott programon immáron meghívott vendégként fog részt venni.
megtudtam idővel a szervezőktől, méghozzá a Magritól tudtam meg, és ő el is jött velem beszélgetni ez ügyben, hogy milyen kíváncsiak, tulajdonképpen hogy alakult a sorsom most már lassan. Ha a teremtő is úgy akarja, akkor szeptember 3-án 2 hetes lennék. És ez már olyan hosszú idő, hogy az alatt sok minden történt, és abból szeretnék egy pár dolgot elmondani. Megtudtuk azt is, hogy a mindenki által kedvelt háziorvos nem az első kitüntetését kapta meg a városlakóiért tett szolgálataiért. Most kaptam meg ezt az elismerést, 14-ben az elismerő jelvényt azt megkaptam, és most pedig a díszpolgári cím. A kedvelt eseménye a tervek szerint a jövőben is folytatódni fog, a műsor látogatóinak nagy örömére. Önök Kaposmenti magazinunkat látták, köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!